Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Harsány Attila vagyok. Egy felkérésre jöttem, és két napóráról szeretnék mesélni. Az egyik az jóval előbb, mint 2000-es évek elején, 1999-ben készült, a második pedig 5 évvel ezelőtt. Na most tulajdonképpen ez a napóra készítésének a részét az első napóra az gyakorlatilag Gyárvárosban a Klapka utca 4 számú saját háznak az udvaránál, ami az egykori ágyúgyári lakótelep központi terén a nyíló egyik utcába, sugárirányú utcába, Klapka utca 4-es számú háznak az udvara látható. A háttérben látható a templom, a Mátyás téren Jézus szíve temploma. Már gyerekkoromban foglalkoztam a napóra készítésével, mégpedig olyan szinten, hogy akkor még csak egy fa darabot szúrtam a földbe, és figyeltem, hogy kerüli az árnyék. Később tervezőirodás koromban a műszaki könyvtárban hozzájutottam egy napóráról szóló könyvre, és ebből a napóráról szóló könyvből kimásoltam a napóra készítésének csinyát, bínyát. Ez pedig a könyv, amit itt lehet látni, ez abból kimásolt rész, ennek alapján készítettem a két napórát. Tehát itt egy nagy tudomány, olyan rettenetes nagy tudomány nincsen benne. A szerkesztésre vonatkozó minden ismeret rajt van. Fönt látható 24 órás szakmai ismeretek, első fejezet, csillagászati alapismeretek 365-től 400. oldalig. Tehát itt ezen a napóra szerkesztése, itt a napóra szerkesztése tökéletesen le van írva, ennek alapján neki lehet állni, bárki meg tudja csinálni a napóra szerkesztését. Az említett Klapka utca 4 szám alatti napóra, ennek itt van a tervrajza, ez egy beton alapon, mint egy 40x40x70 cm-es beton alap készült, és annak a tetejére egy 50x50-es sima lejjer betonalap került ráhelyezésre, és ennek a tetejére került maga a napóra tömbje, ami 46x46 cm átmérőjű, és az egyik irányba 125, a másik irányba pedig 1 méter méretű. Ugye ez gyakorlatilag csömöszölt betonból készült, rétegenként került a zsaluzatba a beton. A négy sarka lesarkítva készült, és három oldalon egy-egy horony van benne, íves horony, amit itt lehet látni. Itt a három oldalon. A számok alul, amiket lehet látni, ezek az elkészítés évének a dátumát jelenti. Tehát 1900, ha körbe megyünk, akkor itt van 1999. Tehát mindegyik oldalon egy-egy szám látható, ami egy sárgarézlap kifűrészelésével került felragasztásra. Ha följebb lépünk, akkor gyakorlatilag minden oldalon egy régről gyűjtött nagyméretű, illetve változó méretű téglák kerültek beépítésre. Ugye az egyik oldalon van az 1831, a másik oldalon 1710, a harmadik oldalon 1808, a negyediken pedig 1676. Most ezek a téglák a zsaluzat elkészítve után annak kifűrészeléséből, elhelyezésével került a betonba. Tehát nem utólag építettem be. Érdekes dolog a napóra árnyékvetője. Ez annak idején valamikor a belvárosban egy ház elbontásánál egy
kapucsengő húzója volt. Ez a kapucsengő húzója, ez gyakorlatilag itt volt rajta egy ilyen hajlított drót, és azáltal jelezték haranggal a bejövők, akik éppen megérkeztek az épület. Na most ezt sikerült megszereznem, ezt a csengőhúzót, és ez lett a napórának az árnyékvetője. Na, akkor tulajdonképpen itt most, ha tovább lépünk, akkor gyakorlatilag az elhelyezés itt látszik. A napóra számlapja, az gyakorlatilag itt látható, és a zsaluzat az 14 mm-es paforgácslap volt, aminek az egyik oldala, az első oldalára kivésve a paforgácslapot jelentek meg ezek az óra irányát, illetve helyzetét mutató kis dudorok, amik a betonozáskor nyilvánvalóan a kivésett részből adódóan megjelentek ezen a részen. Itt látható még Keszei Sándor úr 2008-ban készült felvételén, akkor még megvolt ez a zsaluzat. De hát gyakorlatilag ilyen zsaluzat volt mindegyik oldalon, és ez adta egyébként a keretét az egésznek. A felülete az simított beton. Itt az alján gyakorlatilag körbe kavics van körbeszorva, és a körülötte pedig bazaltkövekkel vettem körbe. Fontos a napóra elhelyezése. Ez gyakorlatilag úgy került az udvarra, hogy én ezt pontosan látom akár a bejárati ajtón keresztül, üvegezett ajtón keresztül, az épület főbejáratával pontosan szembe van, akár még az étkező asztalnál ülve is kilátok egészen ilyen távolságra. Ez körülbelül a közepén lehet az udvarnak. Az elhelyezésénél, meg a környezeténél az eltelt 11 néhány év alatt elég sok változás történt. Nem például kivágásra került, ez például a selyemjuhar, de változtak a dolgok, és a végeredmény az azért majd tulajdonképpen egészen más fog mutatni. Tehát itt látszik mögötte a templom, ez valahol a bejárati ajtótól készült ez a felvétel. Ez pedig föntről visszalépek egyet, és megmutatom itt ebből a helyzetből, ahol itt vannak a harang torony része, tehát a harangok itt vannak. Innen készült a felvétel, amit most itt látható, tehát ez valahol itt van. Tehát a napóra itt van. A bejárata itt van a helységnek, itt van az épületnek, és itt van maga az épület. A következő képeken fontos része lesz még ennek a deszkázott oromfalnak, ami pontosan itt látható. Tehát amikor fölmentem a padlásra, akkor gyakorlatilag azonnak is kivágott nyíláson, szellőző nyíláson keresztül itt látok le a napórára. A későbbiek folyamán már gyakorlatilag szegély is került körülbelül. Ez másfél méter átmérőjű keramitkocka szegély, ami egyébként is a füves területeket elválassza, a füves részt elválassza a parkosított részről. Na, itt már közelebb van, itt jobban látszik, ez például a hátsó oldala, a kerítés felüli oldala a napórának. Az idő folyamán rájöttem, hogy végső soron a változó időjárási viszonyok következtében végleges festést kellene adni neki. Így aztán az árnyékvető az bronz színű
festéket kapott, ugyanúgy, mint ahogy ezek a római számok, ami 2 milliméteres lemezből fűrészeltem ki, és ragasztva kerültek föl a napórának a homlok oldalára, és akkor ez pedig, ezeket az irányjelzőket, ez pedig aranyszínű festékkel van lefestve, úgy szintén bronzszínű az évszámot jelentő napóra. Közben még több változás történt, mert például a napórához vezető út, az kibővült egy oda vezető, ugyancsak bazaltból készült úttal. Most itt egy lepke teszteli azt, hogy valójában melyik irányba, jó irányba mutat-e az árnyékvető. Tehát itt az itt látható lepke, az behatárolta, hogy melyik irányba néz a napóra. Itt látható most már majdnem teljesen végleges állapotában a napóra. Itt látható a napóra számlapja, fehérre festett maga a napórának a tömbje. A bejárat itt van, tehát ezen az úton, és gyakorlatilag innen látszik a környezete, hogy tulajdonképpen ez hogy néz ki. Még egy kép messzebbről. És az utolsó kép, az pedig így látható a bejárattól egészen a napóráig. Itt egy alacsony sziklakert veszi körbe ezt az oldalát, ezen az oldalon pedig egy kuszótúja található. Hát tulajdonképpen ennyi a története ennek a napórának. Még talán egy olyan fontos dolog megkérdezni valaki, hogy ez hogy lehet az időt, az időeltolódást, az egyórás időeltolódást a tavaszi és az őszi idők során korrigálni. Hát azt egyszerűen egy vasrudat meg lehet oldani, mégpedig úgy, hogy ide teszek egy vasrudat, és körülbelül annyit mozgatom el, annyit elfordul ezen az alaptesten, amennyi pontosan az egy óra időeltolódás árnyékba jelentene. Tehát bedugom oda a pejszert, egy kis fa hasábot oda teszek melléje, és az alsó tömbhöz nekifeszítve a rudat, gyakorlatilag annyit mozdítok el, amennyi szükséges ahhoz, hogy az egy órás időeltolódást kivédjem. Egyébként is ugye négyszer kellene még a korrekciókat elvégezni egy évben körülbelül a napórán, de így mondom ezt az egy órás időeltolódást, az ősz és a téli időszámítást, azt ezzel tökéletesen ki lehet védeni. Tehát ezzel korrekció, és akkor pontosan mutatja az időt. Tehát tulajdonképpen ennyit az első napóráról. Hát az épület, maga a környezet, az tulajdonképpen itt látható. Ez az ágyúgyári lakótelepről csak annyit, hogy az első világháború idején ezek a lakóépületek, Fiala Géza építész tervei alapján 1915-től 1917-ig épültek meg, és ez az egyik épülete, lakóépülete, ami gyakorlatilag itt látom. Hogy? Kósnak kortársa volt. Kortársa volt, gyakorlatilag dolgoztak együtt. A Kósnak úgy, hogy gyakorlatilag a Bekerle telepen, minek utána Kós Károly a főteret tervezte, így a Fiala Géza az 7 darab lakóépületet tervezett a Vekerlén. Tehát kortársa volt. Tehát ez gyakorlatilag a népi szecessziós épületek láthatók, még meglévő épületek is helyek közel megmaradtak, és olyasmi, mint a Vekerle, csak sokkal kisebb, mondom, ez 2 év alatt épült fel. Tehát tulajdonképpen ennyit az első napóráról. A másik napóra az tulajdonképpen a belvárosban Lebó Ferenc barátom felkérésére
egy az ő általa működtetett múzeumház teraszára. Múzeumház teraszáról lehet megközelíteni, a bécsi kaputérről látható ez a napóra. Mindig is szerettem volna napórát, gyakorlatilag, hogy ezt az idő eltolódást, ezek az időbeli problémákat, ami a nyár és a téli időszámítást befolyásoló tényező, hogy ezt a napórán valahogy követni lehessen. És általában a vertikális napóráknál, a homologzatra szerkesztett napóráknál ezt nagyon nehezen lehet megoldani, de mondom, valamit kit kellene találni, hogy ezt azért mozdítani lehessen ugyancsak azzal az egy órás ide, hogy ne kelljen ezt, mindig rágondol valaki, hogy na, akkor most egy órával előbbre, vagy egy órával hátrább van. Ennek a napórának is gyakorlatilag még az első időszak, ugye 1912-t írunk, akkor került szerkesztésre, hasonló módon, mint amit az első napóránál látható volt, gyakorlatilag egy márványlapon. Na most ez a márvány, tehát olyan szerkezetet kellett kitalálni hozzá, ahol gyakorlatilag el lehet fordítani a homlokzat síkjától felerősített kőlapot. Ez a kőlap egy kararai márvány, ami 18 mm vastag, és 90x 60 cm széles. Itt látható a tartó szerkezete, itt alul van a falra erősített tartó, itt vannak a fülek, az alsó és a felső és az alsó fül, és gyakorlatilag itt is látszanak ebbe a részbe. Ez ugyan két, majdhogy nem egyforma kép, de gyakorlatilag ez az egyik, tehát tulajdonképpen a felerősítést mutatja. Ezen nincs rajta az árnyékvető még. Most az udvaron közben elkészült, nálam felállítottam, tehát itt lehet rajta itt lehet látni, itt van az árnyékvető. Tehát minden fémből készült, 40x4-es lapos vasból került kialakításra. Egyik jó barátom, egy jó kis lakatos és ezermester barátom készítette ezt a szerkezetet. A napóra számlapja az, mint ahogy említettem, kararai márvány, ami mondom 18 mm vastag. Most itt lehet rajta látni ezt a kis számot, ez az elkészítés éve, itt pedig a saját monogramom. Tehát H és A betű, ez pedig a monogram. A római számokat itt végig rajta lehet látni, ez is barna színű számok, itt pedig aranyszínnel a sugárirányok láthatók végig ezen a részen. Itt ugyancsak ez a kép, de már oldalról látszik rajta, hogy én ideiglenesen az udvaron felállított napórára már felhelyeztem az itt látható árnyékvetőt. Ez megint csak egy ugyanolyan. Itt már jobban lehet látni a textúráját a márványnak, tehát ez egy kararai márványnak. Ami a hátoldala ilyen gyakorlatilag a vékonysága miatt ilyen erős szövet bevonat van a hátulján, tehát jobban biztonságosabban lehet mozdítani. A tűzfal, ahová ez a napóra felkerült, gyakorlatilag itt lehet rajta látni, a figyelmes szemlélő kiveszi, 6 darab, 2, 4 és 6 darab tiplinek a helye már ott van fönt. Ugye nyilvánvaló, hogy a szerkesztésnél a dolog volt az, a hely földrajzi szélessége. Ez egyértelműen tudjuk, mennyi, sok mendemonda nem kell hozzá. Itt már fölhelyezve a napóra a tűzfalra. Itt látszik közelebbről. Itt látszik hátul a tartószerkezet és a napóra tulajdonképpen, hogy ebbe az irányba, tehát itt lehet most
ezen a csuklóponton keresztül, a két csuklóponton keresztül lehet mozdítani abba az irányba, ahogy éppenséggel az egy óra időeltolódás van, és a csavarra rögzítve meg kell, hogy álljon. Tehát ezen látszik a felelősítés módja. Fontos szempont volt, tőcsavarok voltak, és a tőcsavarok zárt anyával kerültek rögzítésre a tartószerkezet mindenhol. A napórán egy idézet olvasható, és ez az idézet Lebo Ferencnek volt a kérése, hogy ez szerepeljen. A napóra egy Szabó Lőrinc versnek, Mozartot hallgatva című versének az első sora, Mozart hallgatása közben, és itt látható az első sor, ez az első sor, ami gyakorlatilag látható. Ez egy külön lapon van, egy felkasírozott, azt hiszem, műanyag lapon van, egy tüskével van a falra erősítve. Nyilván csak a derű óráit számolom, tehát ha visszalépünk, akkor itt van az idézet. Az idézet itt látható, csak a derű óráit számolom. Tehát erről szól ez az egész történet. És mondom, ez a napóra. Nem akar tovább lépni. Na jó, most tovább lépett. Itt az idézet. És gyakorlatilag ezt, hogyha valaki a Király utcába, régi Alkotmány utcába, a sarokra áll, akkor visszatekintve itt látja ezt a napórát. Ugye itt föl kellene menni azért időnként állítani rajta, de nem biztos, hogy a mostani állásában pontosan olyan állást mutat, de be kellene rögzíteni. Még az idén lehet, hogy majd az óráltártás idején fölmegyek, aztán beállítom ezt a napórát újra. Hát tulajdonképpen én ennyit szerettem volna a két napóráról elmondani, úgyhogy köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.